Bár a megyebeli futballcsapatok játékosai, edzői és vezetői még alig, hanem az óév búcsúztató fáradalmait pihenik ki, biztosan vannak közöttük olyanok is, akik már a 2019-es esztendő feladataival foglalkoznak. A megyei igazgatóság munkatársai minden esetre már tavaly elkezdték több torna előkészítését, így a csapatok szervezett keretek között játszhatják majd a felkészülési meccseket. A csapatoknak is a felkészülést a legjobban az segíti, amikor téli hónapokban ugye a nagypályás műfőn tudnak felkészülni, megfelelő körülmények között. Szerencsére most először, ugye már hetedik alkalommal írjuk ki, és most először 5 pályán tudunk játszani, hogyha azt nézzük, hogy Nyíregyházán 2 pályán, akkor 6 pályán, hiszen Fehérgyarmaton is időközben megépült a műfős pálya. Igaz, Fehérgyarmaton még világítás nincsen, ez azt jelenti, hogy ott a szombat-vasárnap délelőtti, kora délutáni mérkőzéseket tudunk rendezni. Így összesen ugye van a nyírbátori helyszínünk, a kisvárdai helyszínünk, a nyíregyházi helyszín a városi stadionnal az örökösfölddel, és a tarpa fehérgyarmati helyszín, amit úgy egynek mondunk. Tehát végülis 4 csoportból, ugye 5 helyszínen jelentkezhettek a csapatok, és összességében 50 csapatnak tudnánk biztosítani télen a megfelelő felkészülést. 5 fős csoportokból osztjuk, tehát 4 mérkőzést kapnak ezért cserébe. Január 26-án indul, és február 17-én végződik. Mindenki 4 meccset játszik, és az elmúlt 2 évhez hasonlóan próbáljuk majd úgy beosztani a csapatokat egyrészt, hogy a területileg közel lévő csoportba kerüljenek, másrészt pedig, hogy közel azonos, hasonló képességű csapatok alkossák majd a csoportokat. A megyebeli csapatok nem csak szabadtére, hanem teremben is készülhetnek majd a tavaszi szezonra. Nagyon népszerű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kispálya, és télen is rengeteg tornát rendeznek. Itt nem engedünk próbajátékos szerepeltetni, ez a hagyományunk megmarad. A Nyírerdő kupán csak azok vehetnek részt, akik az adott egyesület igazolt játékosai, érvényes sportolós szülésre engedélye rendelkeznek. 2019. január 13-án rendezzük ugye a selejtezőket, január 20-án a középdöntőket, és január 27-én rendezzük a 8-as döntőt. Viszont a lebonyolításban van egy kis változás. Egyrészt ugye csak az első 30 csapat jelentkezését fogadjuk el, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján a versenybizottságunk összeült, és úgy döntött, hogy a 6 fős csoportok azért az elég sok, hiszen elhúzódik reggeltől késő délutánig, úgyhogy most 5 fős csoportokba osztjuk a 30 csapatot, innen az első 2 helyezettek jutnak tovább, valamint a 6 helyszínről a 4 legjobb harmadik helyezett csapat, és a legjobb 16-nál a középdöntőbe, ugye 4 helyszínen 4 fős csoportokat alkotunk, és amit innen a 4 csapat közül az első 2 jut be a 8-as döntőbe. Ettől úgy azt várjuk, hogy szinte minden mérkőzés éles legyen, tehát nem 6-ból 4, hanem 5-ből 2 csapat jut tovább, így valószínűleg a torna végén is éles meccsek lesznek, mindenkinek úgymond 100%-osan meg 100 fokon kell majd égnie. Az igazgatóság női csapatok és utánpótlás együttesek számára futszáltornákat írt ki a téli szünetben. A női csapatvezetők kérése volt ez, ahogy a fiúknak ugye a futszál U17-20-as bajnokságot szervezünk. Januárban indul a fiúk részére a 11-13-15-ös tornarendszerű pontvadászataink, és a lányoknak ugye szabad pályán U15-ben és U19-ben rendezünk bajnokságot, és kérték a hölgyek is, hogy legyen nekik is futszál, ennek nagyon örülünk. Eddig ugye a megyei igazgatóság úgy oldotta meg, hogy télen 2-3 vagy 4 női tornát szervezett, viszont ez így most sokkal több versenyzési lehetőséget biztosít a lányoknak, úgyhogy mind a 15, mind pedig a 19-es korosztályra is kiírunk futszát, ez is januárban indul, bízunk benne, hogy szép számmal fognak jelentkezni a lánycsapatok is rá. Az amatőr labdarúgásban a téli átigazolási időszak a felnőtt és valamennyi utánpótlás korosztályban január 15-től február 14-én éjfélig tart. Csapatot váltani csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz.